Sok szeretettel köszöntöm Önöket online helyszínbejárásunkon. Jöjjenek velem, és megmutatom Önöknek a Prónai Kastélyt, Magyarország egyik legszebb rendezvényhelyszínét. A vendégeink ide érkeznek a kastély recepciójára, ahol a kolléganők segítenek a bejelentkezésnél, és itt vehetik át a szobakártyájukat. Kastélyunk területén 25 szállodai szoba és 6 kastélylakosztály található, valamint a faluban van 5 falusi vendégházunk, így Alsópetén területén pótágyazva majdnem 100 főt el tudunk szállásolni. Ebben az épületben, ahol a recepció is található, itt 14 szállodai szobánk van, úgyhogy ebből most egyet meg is mutatnék. Kis szállodaszárnyunk van 11 szállodai szoba, és egy lakosztály található, ez a Terézia lakosztály, amit az ifjú párnak adunk ajándékban. Ebben az épületben a 11 szobából 3 szoba két légterű, úgyhogy itt akár egy-egy családot is le tudunk fektetni. Kiskastély épületében 3 további lakosztály áll a vendégek rendelkezésére, ezt szoktuk a szűk családnak ajánlani. Hat lakosztályunkból 2 pedig itt található a nagykastély épületében. A vendégfogadást itt a díszudvarban szoktuk általában megtartani, mert itt elegendő hely van akár 150 fő részére is. Itt szoktuk felállítani a könyöklőket, illetve a vendégfogadáshoz szükséges pultokat is. Mindig van B-tervünk is, úgyhogy ha esne az eső, akkor se kell kétségbe esni, mert a vendégfogadást azt meg tudjuk tartani akkor a nagykastély belső termeiben is. A nagykastély közel 200 négyzetméterre szintén elegendő arra, hogy akár egy 150 fős vendégsereg itt elférjen. Természetesen ebben az épületben is van konyhánk, innen tudjuk a vendégfogadást kiszolgálni, és a vendégek részére a közösségi mosdó itt is biztosított. A vendégek megérkeztek, meg volt a vendégfogadás, a menyasszony és a vőlegény is már elkészült, és indul az esküvői programnak az egyik legszebb része, a maga a szertartás. A szertartás a kastély közel 2 hektáros parkjában bárhol lebonyolítható. Érdemes tényleg körbenézni és megtalálni álmaink helyszínét. Itt akár a teraszon meg tudjuk csinálni a szertartást. Ilyenkor maga az esketés ott van a fától balra, és a vendégek pedig itt a terasz felső részén ülnek. Ez azért is nagyon szép, mert csodálatos a háttér, ugye a fotósok is nagyon kedvelik ezt a szertartás helyszínt. A másik, ami szintén a párok egyik nagy kedvence, a tóparton, vagy a szigeten, és akkor ott a szigeten csak a pár és a anyakönyvvezető, illetve a tanúk vannak, és a vendégek pedig a sziget körül a tóparton ülnek. Vagy pedig, hogyha lesétálunk a nagy platánhoz, a platán alatt szintén nagyon jó árnyékos területen
tudjuk elhelyezni az esketőasztalt, illetve a vendégeknek a székeket, és akkor is a tó egy nagyon szép hátteret ad az egész ceremóniának. A szertartás után következik mindig a gratuláció, és ehhez is kell egy megfelelő helyet találnunk itt a parkban. Azt szoktuk javasolni, hogy ennek egy nagyon jó helyszíne itt a nagy kastélynak a hátsó terasza. Amikor vége van a szertartásnak, akkor az ifjú pár felvonul ide a lépcsőnek a tetejére, a pincérek pedig a lépcső két oldalán a pezsgős tálcával várják a vendégeket, és így zajlik a gratuláció. És ez azért is nagyon jó helyszín, mert általában a gratuláció után készülnek a családdal a képek, a barátokkal a képek, illetve a csoportképek, aminek szintén egy nagyon jó tér itt ez a terasz rész, hiszen a lépcső, a gyönyörű kastélyháttér, a tó tényleg a legszebb helyszín a fotózáshoz. Mindig felmerül a kérdés, hogy a vőlegény láthatja a mennyasszonyt az esküvő előtt, vagy sem. És hogyha nem láthatja, akkor az azt jelenti, hogy kell az esküvő programjába egy olyan időt találni, ahol a pár elmehet egy közös fotózásra. És erre azt szoktam javasolni, hogy érdemes a szertartás, kocintás, közös fotózás után a vendégeket meginvitálni egy finom uzsonnára. És ez alatt az idő alatt, ez alatt a 3-4 óra alatt van ideje a párnak, hogy tényleg gyönyörű kreatív fotókat készítsen akár a parkban, akár a kastélyépületben, vagy akár bent a pincében. És ez az a hely, ahol a liget programot szoktuk megcsinálni, úgyhogy ide is könyöklőket rakunk föl, akár kerti bútorokat ki a parkba, és itt aztán előkerül a finom sonka, itt előkerülnek a házi sütésű kenyerek, és a fröccs is egy nélkülözhetetlen eleme ennek a programnak. Ezt a csodálatos, közel 300 éves pincénket nehezen tudjuk az esküvői programba beilleszteni, de mindenféleképpen fontosnak tartom elmondani, hogy itt a pincénkben lévő fehérborok, ezek a tulajdonos úr családjának badacsonyi szőlőbirtokáról származnak, és ezeket is az esküvőn természetesen megkóstolhatják. A vendégeknek csodás kastélyélményben volt részük, hiszen voltak a kastélyparkban, látták a kastély gyönyörű belső tereit, a szertartást megnézhették a kastély tavának partján, esetleg lehetőségük volt egy kicsit bekukkantani a pincébe is. Ezután az eddig elfüggönyözött rendezvényterembe bevezetjük a vendégeket, és ott a gyönyörű terített asztalok, gyönyörűen dekorált terem, és a nagyon finom vacsora várja őket. Jöjjenek, és most be is kukkantunk a terembe, ahol épp egy esküvő előkészületei folynak. A kastély rendezvényterme 300 négyzetméter, úgyhogy itt 150 fő részére nagyon kényelmesen tudunk teríteni, és marad a tánctérnek, a zenekarnak és a büféasztaloknak is hely. A terem kialakításánál szándékosan teljesen semleges színeket használtunk, így a pároknak lehetősége van igazából bármilyen színt behozni, a termet olyanná varázsolni, amilyennél szeretnék. Nagyon fontos az is, hogy a terem klimatizált, ezen kívül akusztikus burkolattal van ellátva. Ezt is fontosnak tartom, hiszen nagyon jó, hogyha a vendégek fél óra után nem fáradnak el, azért mert rossz a hang a teremben. Itt most látjuk, hogy gyönyörűen fel van már terítve, illetve a dekoráció még dolgozik, hogy a székekre rákerüljenek a masnik is. Az alapcsomagunk tartalmazza az esküvői vacsorának, illetve a vendégfogadásnak, szertartásnak a berendezését is. Úgyhogy a most látható asztalok és székeket adjuk az esküvőhöz. A székekhez ezeket a fehér székszoknyákat tudjuk
biztosítani, és onnantól kezdve pedig dekoráció kérdése, hogy mi egyébben öltöztetjük fel még a termet. Ebben az épületben található a helyszínnek a konyhája, az épületnek az alaksorában, illetve itt a földszinten van egy nagy tálalókonyha, ahonnan a pincérek kiszolgálják a vendégeket. Vacsorához az összetett díszétkezést szoktuk javasolni, ami azt jelenti, hogy az előétel és a leves a tányér szervizes felszolgálással történik, tehát a pincérek kiviszik a vendégeknek, és azután pedig mindenki saját tempójában a büfépultnál tudja a főételt, illetve majd a desszertet magának elvenni. Azt gondolom, hogy ez a legkényelmesebb, hiszen amikor a parkból beérkeznek a vendégek, jól esik nekik leülni, elhangzik esetleg egy-két beszéd, és nem szerencsés akkor rögtön felállítani őket, és a svédasztalnál sorba állítani. Ilyenkor tényleg jó az, hogyha az első két fogást kényelmesen a helyükön megkapják. Nagyon szerencsés az, hogy a rendezvény teremnek a homlokzata az tiszta üveg, és ilyenkor úgy érzi az ember, mintha a kertben ülne. A teremben van beépített projektor és vetítővászon, így lehetőség van az este folyamán akár egy filmet is levetíteni. Az esküvő másnapján a szobákat 11 óráig kell elhagyni, a reggelit pedig szintén 11 óráig tudják elfogyasztani a recepció mellett lévő reggeliző helyiségben. Az esküvő szervezése kapcsán rengeteg kérdés felmerül. Ezeket a kérdéseket én összegyűjtöttem, és most megpróbálok ezekre a kérdésekre válaszolni. Nagyon fontos, hogy a Bróné kastélyban az esküvő rendezvénye alatt, ideje alatt kizárólagos használatot biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a vendégfogadástól számított 12 óra időtartamban más vendég a nagy kastély, illetve a szállodai rész területén nem tartózkodik. Amennyiben a buli tovább tartana, akkor van lehetőség természetesen a hosszabbításra is. A kastélyunk nagyon közel található Budapesthez, egy 3-4 óra alatt a fővárosból ide lehet érni, és ami még nagy szerencse, hogy a reptérhez is közel vagyunk, úgyhogy egy órán belül a Ferihegyi repülőtér is megközelíthető. Ez nagyon fontos, hiszen hozzánk rengeteg külföldi vendég is érkezik. Ezeknek a vendégeknek a szállításában is tudunk segíteni. Kastélyunk rendelkezik egy kis busszal, így igény szerint akár a repülőtérről, akár a fővárosból a vendégeket el tudjuk szállítani ide Alsópetényben is. Szinte az egész NASZ nép itt Alsópetényben elszállásolható, hiszen közel 100 fő részére tudunk szállást biztosítani. Abban az esetben, hogyha ennél nagyobb a NASZ nép, hiszen a teremben, ahogy ezt már mondtam, 150 főt le tudunk ültetni, azokat a vendégeket, akik nem férnek el nálunk, a közeli településen Bánkon szállásoljuk el, ahova természetesen az éjszaka folyamán transzfert biztosítunk számukra. Mindig felmerül egy esküvőnél az, hogy de mi van, ha rossz idő van. Nálunk szerencsére ez is megoldott, hiszen azokat a programokat, amiket a szabadba tervezünk, rossz idő esetén a nagykastély épületébe be tudjuk vinni, és így igazából az esküvői rendezvény semmiben nem szenved hiányt. Az esküvő napján a vendégek délután 3 órakor tudják a szobájukat elfoglalni, az ifjú párnak pedig lehetősége van 12 órától megérkezni, és itt akkor ő már tud készülődni. Természetesen sokkal jobb, hogyha az ifjú pár már az esküvő előtt egy nappal érkezik, akár csak kettesben, vagy a szűk családjával, baráti körével, mert akkor van egy kicsit ideje itt lazulni, picit rákészülni a nagy napra. Ilyenkor tudják használni a fürdőházat, tudunk előző estére egy könnyed kis kerti grillvacsorát összeállítani, úgyhogy igazán egy nagyon szép ráhangolódás lehet itt a következő napra. Másnap pedig az esküvő utáni napon a szobákat, illetve a területet 11 óráig kell elhagyni. Amennyiben szeretnének tovább maradni, erre is van lehetőség, ilyenkor szintén egy hosszabbítási díj kerül felszámításra. Az elmúlt években nagyon sok esküvőt bonyolítottunk, minden esküvőt nagyon szerettünk, minden párt nagyon megszerettünk,
És folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezek az esküvői rendezvények ne csak jók, hanem tökéletesek legyenek. Köszönöm, hogy velem tartottak ma ezen az online helyszínbejáráson, de természetesen szeretettel várjuk Önöket személyesen is.